Hölgyeim és uraim, ismét Tartoson vagyunk. Indul a következő kék túra a lányukkal. Onnan folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. És most először fölgyaloglunk a kék jelzéshez, aztán utána egy komoly 11,7 kilométert fogunk legyalogolni a Oldus szállásig, és visszabuszozunk a Tabányára. Ez a mai terv. És akkor megérkeztünk a múltkori pecsételőhelyre. Itt vannak már a táblák előttünk. Hivatalosan innen fog indulni a mai kék túra útvonal. A lányoknak változtattunk a felszerelésén. Meguntuk, hogy folyton tőlünk kunyerálnak folyadékot. Most már szabadon választható, hogy mikor isznak. Föl lettek ruházva egy-egy ivózsák szerűséggel, amelyik igazából a másik végén egy kulacs. De bármikor önállóan fogyaszthatnak folyadékot. És akkor a közérdekű rész is. Ma Tatabányán tettük le ismét az autót, a szokásos helyen, szokásos parkolóba. Onnan elbuszoztunk Tarjánba, majd utána Tardosra. Tardosról most fölgyaloglunk ugye ide a kékhez. Legyakoroljuk a majd 12 kilométert, és utána ott fogunk végezni, ahol a előző túrának nekünk a kezdete volt. Koldus szálláson, ott pecsételünk egyet, úgyhogy ma egyetlen egy pecsételő hely van, és legyaloglunk a buszhoz, amelyik onnan Koldus szállás, illetve Farakodó, vagy mi a szar volt a neve, onnan levisz minket vissza a Tatabányára az autóhoz. Közben meg is érkeztünk, úgyhogy akkor lehetne azt mondani a lányoknak, hogy itt a pecsételőhely, és akkor fősorakozik egymás mellé, és rajt! Elérkeztünk kb. A táv feléhez. Kihozott minket a kék most egy mi útra. Nagyon szép időnk van egyébként, szebb, mint amit jósoltak, mert nem ígértek kékeket, és ott fönt látszik, hogy néha-néha felselik egy kis kék. Ha nem, akkor meg tök szépen látni a tájon, hogy meg-meg ül a felhőpárna a hegyek. Hegyek, hát hegyek dombok csúcsainál. Lányok jól bírják ezt a rövid távot, élvezik, hogy tudnak inni közvetlenül. Ott ellenőrzik az aszfalt minőségét, és nagyon okos dolgokat tanulnak a túrázás közben, mint például az aszfalt minőség ellenőrzési procedúráját elmesélhetem nekik. Na, csöltél valami. Igen. Ma már okultak a vírusokról, és a vírusok terjedéséről. Miért van Covid vírus, hogyan mutálódnak, hogyan gyengülnek le, és miért. Nagyon hasznos dolgokat tanulnak így kék túrázás közben a gyerekek. Nem megy. Ezt kellett volna felvenned a drónnal is.
Hát, hogy mind a két gyereked, ugye? Ja. És megérkeztünk kódusszállásra, a mai napi egyetlen pecsételőhelyre. Szép naplementünk van, mondjuk ide tettek egy konténert, ami kellemes szagokat áraszt a pecsételőhely mellé, de kellemes mi. De most pecsételünk, és megyünk utána a buszhoz. Gyerünk a mai napi pecsétet üssed! Nagyon jó. Oké, elég lesz. Biztosítom, hogy erős legyen. Előszeretettel halljuk, hogy kommunikációs hadviselés folyik például az ukrán-orosz háborúban. Álljon itt egy példa, hogy már 1000 évvel ezelőtt is volt ilyesmi. Sőt, annyira, hogy egyik hegységünket is ez alapján nevezték el. Vértes hegységben kirándulunk mostanság, és Vértes hegység onnan kapta a nevét, hogy 3. Henrik német-római császár 1051-ben seregeket hozott ebbe az irányba hódítani, hadjáratot indított Magyarországon, vagy ellen, és akkor, amikor ide megérkeztek, akkor első András, magyar király, Ravasz Csellhez folyamodott, a helyi parasztságot meg embereket innen felterelte a hegyekbe, meg elterelte erről a részről, megparancsolta nekik, és a pusztát, illetve a Dunáig vezető részt felperzselte, semmi nem maradt tulajdonképpen, így a vonuló seregeknek nem volt élelmük. A csel második része az az volt, hogy amikor a előre nyomuló sereg hírnököt küldött a Dunánál állomásozó utánpótláshoz, aztán a magyarok elkapták és lecserélték egy másikra, aki azt az információt vitte a Dunához, hogy nyugodtan visszavonulhatnak, mert hogy megtámadták az itteni seregeket, és hogy meneküljenek. Ennek az lett a következménye, hogy éhezett a csapat, aki itt volt, és innen kapta a Vértes nevet a hegység a monda szerint. Tehát már 1000 évvel ezelőtt is a kommunikációs csatával nyerték meg a jó magyarjaink az itteni csatát, és ennek a területnek innen ered a neve. És akkor megérkeztünk a főúthoz, a fagyűjtőtelephez. 5 perccel lekéstük a busz, de szerencsére fél óra múlva jön a következő. Ő már az a tini, aki nem bírja elengedni a mobilját, ugye? Akkor légy szíves, integessetek. Megvan a mai 15 kilométer. Mondhatok valamit? Nem mondhatsz. Én mutatom meg a telefont, hogy mennyit mentünk ma. Sokat. Kérem szépen, a mai nap 15,38 kilométert mentünk. 4 óra 40 perc alatt, ez egy rövid etap volt, de otthon minket csülkös bableves vár friss házi kenyérrel és tejföllel. Így próbáljuk kihúzni azt a pici hátralévőt, ami még jutott nekünk, amit a teremtőnk ránk mér. Sziasztok! Mindenki integet, ugye? Viszontlátásra!